Köszöntöm a világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és itt van már velem Megyeri Jonatán, Rabbi a Neokon főszerkesztője, üdvözöllek. Szervusz Csilla, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. És most először nem mint újságírót, hanem mint Rabbit kérdezlek, arról a bizonyos olimpiai megnyitóról, mert most erről zengett a hétvégén minden, a Facebooktól kezdve a különböző újságokban megjelentek kritikák, illetve ellenkritikák, ellenvélemények. Te, mint Rabbi, hogyan értékeled ezt a megnyitót? Hát nem láttam az olimpia megnyitót élőben, mert péntek este volt, de szombat este volt szerencsém bele, belenézegetni. Bele nagy szobású esemény volt, az e, nyilvánvaló, és e, tényleg elég színvonalas is volt. Ugye hát amire gondolom rá akarsz kérdezni, vagy rákérdeztél, az, az két e, meglehetősen felháborító e, performance. Az egyik, az, az egyik, vagy hát a kettő tulajdonképpen egy, az egyik az e, az egy keresztény, szakrális um, jelkép uh, meggyalázása, az utolsó vacsora mint, uh, mint szakrális jelkép meg, meggyalázása. Um, Dragqueenekkel és, uh, és mindenféle más uh, szexuális devianciával uh, de, devianciával küzdők által. A másik pedig egy nagyon túlfűtött erotikus, szexuális, tudom, vonaglás nevezhető talán a a szintén LMBTQ módon. Most a, amit lehetett olvasni, hogy az olimpia megnyitó művészeti vezetője, aztán bocsánatot kért, egyébként pont tegnap bocsánatot kért, hogyha ezzel megsértett valakit, azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy nagy a baj. Tehát nagy a baj, mert először is, először is felháborít, engem zsidóemberként háborít fel a, a, a keresztény vallás, szimbólumainak, szakrális jellegeinek, szakrális üzeneteinek ilyen módon való megcsúfolása. Egyszerűen ez felháborít minden jó érzésemben, embert. Fel kéne, hogy háborítson. Ez felől nincsen kétség. És azt gondolom, hogy azért veszélyes ez az a tendencia, és megértem, hogy nem fogok róla sokat, nem fogok róla olyan indulatosan beszélni, ahogy egyébként vélekedek róla, de azt gondolom, hogy az lehet a rossz majd ebben az egészben, hogyha ha a keresztény Európa ilyen módon fordul a saját hagyománya, a saját történelmi örökségével szemben, akkor joggal fogják mondani a keresztény Európát támadók, és itt most a radikális iszlámra gondolok, amely a keresztény Európát alásni próbálja, hogy de hát mi itt a probléma? Hát ti is, ti magatok ássátok alá a saját hagyományotokat, a saját örökségeteket, a saját történelmi múltatokat, és ez rendkívül veszélyes precedens tud teremteni, és akkor utána ez, ez legitimálást, vagy legitimációt, vagy felhatalmazást adhat. Olyan elemek számára, akik, akik hát hogy mondjam, kéz, kézbe akarják venni a dolgot, és, és ténylegesen megváltoztatni Európa zsidó-keresztény arculatát. Erről ennyit. Szomorú. <laughs>